Na, sziasztok, sziasztok, peace, béke, gyerekek! Na, az van, hogy nincs most internetem. Úgyhogy ezt most előre felveszem. Kikevertem a színt, és hát... Na, ilyen lesz. Persze világosabb lesz egy kicsit, de nekikezdtünk a történetnek. Szóval itt van kikeverve az egyik szín, ugye a kék, a másik rész, ez a rész pedig ilyen narancssárgás lesz. Szerintem tök jó lesz, gyerekek, amúgy. Így mutatom messzebbről is. Aztán a padlónak valamit kitalálunk, a lényeg az, hogy alakul a sztori, gyerekek. Na, majd még csinálok kis videókat, hogy hogy haladok a technikával, a technológiával. Szóval ez van, gyerekek, alakul a szoba, jól össze ez, gyerekek. Megint itt vagyok, gyerekik. Kész a fele a falnak, száradóba. Közben kikeverem a másik vödörbe a másik szint, a narancssárgát. Szerintem jó lesz, gyerekek, itt már kezd száradni, de hogyha nem lesz tökéletes, holnap rámegyek még egy sorral. Aztán még annyi, hogy majd hát valami festéket még ide is kell majd venni ezekre a gerendákra, ezeket meg kell takarítani, meg hát majd a padló amúgy úgy lesz, hogy megtisztítom ezeket a köveket, vagy lapokat amúgy, meg hát vannak ennél jobbak is, és akkor azokat fogom majd lerakni, rá meg majd megy egy linoleum. Szerintem ennyi, amúgy szőnyeg az nem tudom, hogy legyen-e. Majd meglátom még. Úgyhogy halad a történet, alakul a szoba. Na, elkészült a szoba, úgy nagyjából. Száradgat a fal. A másik fal is készen van. Jó, hát sokat kell még takarítani, meg a padlózat, de végeredményben ilyen lesz majd a történet. Hát ugye száradni kell neki, most végeztem az előbb, gyerekek, azért volt vele munka, de örülök, hogy kész van. Hagytam még festéket, raktam rá egy kis vizet, majd letakarom, és hogyha holnap javítani kell valamit, akkor még rá tudok javítani. Szóval ilyen lesz a szoba, az lesz ott az alvós rész, ott az a kék, ez pedig ez a narancssárga, vagy nem is tudom milyen szín, ez pedig itt a kis főzős kuckó, meg videós sarok lesz. Ez a rész lesz itt a videós sarok. Majd, ha megszárad, gyerekek, akkor még jobb lesz ez a történet, még most egy kicsit ilyen fontos, de kell neki idő, hogy kiszáradjon, aztán tök fajú lesz. Na, peace!